Szeptember 24-én 0,75%-ra emelte az egyhetes betéti kamatot az MNB a szokásos heti tenderén. Ez a gyakorlatban egy tipikus monetáris lépés. Noha egy héttel később, október 1-én nem változtatott a mutatón a jegybank, szakértők szerint a jövőben további kamatlábemeléshez nyúlhat, hogy csökkentse az infláció mértékét. A infláció mértéke az most Magyarországon a 8% körül várható, illetve ennyire becsülik. Ez tulajdonképpen nem rosszabb, mint az Európai Unió átlaga. Inkább itt a probléma az, hogy a V4-ek teljesítményét figyelembe véve Magyarország áll a negyedik helyen. És ez azért nem jó, mert a devizának a helyzete és szerepe és az infláció alakulása szempontjából nagyon fontos, hogy a szomszédországok gazdasága hogyan áll. Ebben az esetben ez egy rossz hír tulajdonképpen. A vállalatok most tervezik a következő üzleti évüket, ezért kiemelten fontos, hogy októberben hogyan alakul a forint árfolyama. Ha tovább gyengül a forint, akkor magasabb lesz az infláció, és az importáló vállalatok problémákkal nézhetnek szembe, hiszen a bizonytalan piaci hangulatnak, romló járványhelyzetnek és esetleges további gazdasági károknak vannak kitéve. Az infláció csökkentésének az a legelemibb eszköze, hogyha a gazdaság termel. Ha van export alapunk, hogyha a valutánk iránti kereslet a devizapiacon beindul, erősödik, ehhez megfelelő exportáru alapra, termelésre van szükség. És Magyarországon nagyon nehéz lesz ezt beindítani, mert az a szektor, amely megfelelő export alapot készít és termel, az nagyban függ a német gazdaságtól, hiszen az export alapunk döntő részét az autóipar adja. Az Audi, a Mercedes, és amikor a német ipar beindul, és ez a szektor, akkor nálunk is megkezdődik a fellendülés. Magyarországnak elemi érdeke, hogy megkezdődjön az áruk jelentősebb exportja, illetve beinduljon a turizmus, amely konvertibilis valutát és devizát előállító szektor. Gerhes Miklós közgazdász úgy véli, hogy ha az exportot előállító nagyvállalatok helyreállnak, akkor a magyar kis- és középvállalatok ismét működésbe tudnak lendülni. Jelentősen javulni fog az inflációs helyzet és a magyar deviza is.